1956. október 23-án olyan fiatalok tettek tanúbizonyságot hazaszeretetből, akik talán, mint ők, lehettek volna azok is, hogy az életüket úgy áldozzák föl, hogy közben nem is tudják pontosan, hogy mi is az az élet, mert olyan fiatalok voltak. Hát ők is ilyen fiatalok, akik most itt vannak, azzal a különbséggel, hogy nekünk esélyünk van arra, hogy végigéljük az életünket, és olyan környezetben élhessünk, amely lehetőséget ad, hogy ezek a fiatal lelkek kibontakozhassanak, és életet, egy teljes életet tudjanak élni. Ez akkor nem adatott meg, most viszont igen. Van erre esélyünk. És mi cserkészek pedig azok vagyunk, akik ezt az életet, ezt tudatosan és szervezetten próbáljuk meg felépíteni a fiatalok lelkében. Különleges alkalom ez, mert most egy ünnepségen vagyunk túl, és most egy olyan cserkészt köszöntünk jelenleg, vagy ilyen pillanatban, és egy olyan cserkész fog fogadalmat tenni, aki sajnos nyáron nem tudott, mert nem tudott eljönni velünk táborba, és nagyon sajnáltuk. Viszont a tudásáról pedig számot adott, úgyhogy minden olyan körülmény adott, hogy ő teljes értékű cserkész lehessen. Tóth Dániel, a mi cserkészünk, lépjél lépést előre, légy szíves. Tóth Dániel, a mi cserkészünk, aki tavaly előtti évben csatlakozott hozzánk, tehát én másfél éve vagyunk itt. Ugye? Jól van. Kb. Körülbelül. És hát azóta is a pocokos kitartó és rendíthetetlen tagja, úgyhogy ő lesz majd az, aki fogadalmat fog tenni. Most légy szíves, lépjél vissza. És akkor innentől pedig egy rövid ceremónia fogja kezdetét venni. Úgyhogy Csabat, vigyázz! Cserkészindulóhoz tiszteleg! És most énekeljük el közösen a Cserkészinduló első verszakát. Cserkész fel a fejjel, a harson a zeng, álljunk csata sorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc, amilyen, katonái vagyunk valahányan. Jó fegyverünk, izmos karunk, égő szemünk, s vidám dalunk. Amerre nézünk, megterem a győzelem, a győzelem. Vigyázz! Most pedig felé fordulok, Dani, és kérdezem tőled, hogy készen állsz-e a cserkész életre? Igen. Megtanultad a cserkész törvényt, és azt megfogadod, és betartod. Jó, akkor most mondjuk el a fogadalomtételi szöveget. Jó? Előre fogok mondani, és utána fogod elmondani, jó? Fogadalomtételhez vigyázz! Tiszteleg! Én? Én? Nevedet mondom. Tóth Dániel Károly. Fogadom, hogy hívem teljesítem kötelességeimet. Fogadom, hogy hívem teljesítem kötelességeimet. Amelyek Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Amelyek Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényeket, és azokat mindenkor megtartom. Ismerem a cserkész törvényeket, és azokat mindenkor megtartom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Valaki más lenne már, az egyetlen, aki pont ilyen, hidd nekem. Valaki szúnyad benned, akiből nincs más, aki a 7 milliárdból csak te vagy, csak te. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád, láthatod, én nem vagyok. És megkérem az őrsvezetőket, vagy őrsvezetőidet, hogy ők is jelezzék a szertartásban.
megjelenek volna. Jó munkát! Lépésem. Csak észre sem, mi fogadlak. Jó munkát! Lépésem. Csabat, vigyázz! Pihen! Zárszóként még annyit, hogy a világon 38 millió cserkész van, most már 38 millió egy cserkész van. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltétek ezt a kis rövid szertartásunkat, és Dani, neked pedig személyesen, mint a Szantusz János Cserkész Csapat parancsnoka, kívánok hosszú, sőt életre szóló cserkész életet, cserkész élményeket, és azt, hogy érezd jól itt magad, és tudjál teljes ember lenni nálunk. És nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy a csapatnál, és hogy a mi cserkészünk vagy. Köszönöm szépen! A csapat, vigyázz!